Megy le a nap! Oh, falusi zombi! Oh my god! Hol vagy, Krisz? Gyorsan, látod? Itt vagyok. Vonzom őt fölfele. Itt vagyok. Nem be kéne keríteni, be kell vinni a Szentél Tamásnak a helyére. Be kell vonzani, gyere, hozzad. Addig én előkészítem a Szentél Tamás helyét, és ő lesz. Ő egy nő, mert a felesége lesz. Ja, tényleg írta valaki, hogy jaj, megtámadták! Megtámadták a helyszínt! Nem jó, hol van a szaros csontváz? Meg! Ott van! Úristen, ott egy creeper van, té! Ez szülje és megöli magát! És azt nem mi a francot csináljak? Áhá! De miért vannak itt 100 000 milliárdan? No! Ne, meghalok! És fölveszi a csontváz a pajzsomat! Mi a f***? Mi ez? Mi ez? Mi van? Mi ez? Mit csináltál? Mit csináltam? Semmit. Miért van itt 100 000 milliárd cucc, basszus? Hát mert megöltek a tóba. De miért ölnek meg a tóba? Miért vagy ilyen csicska? Hát és téged az, hogy... miért öltek meg, te béna? Még kell levenni csontot vadászni, ha nem bírsz megölni egy csontot, te csicska? De meg, miért ölnek meg? Ne, el fognak veszni a cuccaim. El fognak veszni a cuccaim, meg. Várjál, gyorsan kell hozni a kardot, te parom arc, nem kell. De megdöglök, lemegyek és megdöglök azonnal, meg. Várjál, gyorsan kard, mindegy, itt egy kőkard, az is jó. Takarodj már fel azon a fos lépcsőn! El fog veszni a cuccom, mindegy, a csánkányom megvan legalább. Egyből megtámadnak ezek a mocskok. Meg a kardom. Meg az emerald, jó van, azok a fontosak. De miért? És nem hiszem el, és az összes szintem eltűnt. Fú, basszus, én most megfoglak és ketté törlek. Az 100%. Engem? Igen. Engem? Hát te hülye vagy, hát te robbantottad fő magad a creeperrel, te barom. Ez a te hibád volt minden. Nem az én hibám. Dehogy nem. Nem az én hibám, az hát te hibád. Dehogy nem a te hibád. Jó, megvan még a falusi zombi, jól van, semmi baj. Fúj, te meg dögölj már meg, basszus! A francé nem tudnak megdöggenelni, és ott a pajzsal a kezébe! Várjál! Segítek! Segítek! Jogi! Nem tudsz, mert csicska vagy! Basszus. Ez az! Megöltem! Ez az! Én vagyok a király! De felnevedd a cuccaim! Mondom, felnevedd a cuccaim! Hallom! Hát te miattad volt az egész. Én miattad? Most meg... Mi? Az íjam. Azaz, dögölj meg! Azaz, megöltem kézzel, mert én hatszor királya vagyok, mint te. Jó. Mi? Én öltem meg. Megöltem, most kézzel. De az összes cuccom eltűnt. Itt haltam meg, itt van. Jó. Itt vannak. Aha, és van 4 szintem, remek. És a fontos cuccaid megvannak? A fontos cuccaim megvannak, a csákányom, a... Igazából csak az van, a csákányom meg a kardom, ami enchantos, ja, semmi más nincsen. Na, ó, tedd össze a két kezed, hogy megmentettelek. Mit mentettél te meg? Na, mindjárt olyat kapsz, hogy ketté törik a szentcsontod. Basszus. Ez meg maradjon hát itt. Maradjon itt a tóba, mielőtt kijön. Hoá, és most miattad, te béna? Mit dobálsz ide nekem, basszus? Hát a te cuccaidat. Milyen tén cuccaim? Nálad volt ilyen 800 000 milliárd scaffolding, meg ilyen baromság. Miért vagy ilyen fogyatékos? Látod, milyen ügyes vagyok? Ahelyett, hogy megdicsérnél. Ott van lenne, izébe be van trappelve a falusi zombi, lenne a vízben. Mindjárt a trappet kapsz, hogy ketté trappelődik fejed. Jó, van nálad egy csizma, mert sivas csizma, mert azt nem találom. Itt van a pajzsom. Igen, meg a pajzsom. Oké. Köszönöm szépen, Krisz. De nem miattad élek, basszus, mert 8-szor meghaltam. Mert csicska vagy, és megdög lesz. Ez az. És én ott védelek az életem árán. Mit védesz? Mit védesz? Az életem árán is megvédelek, te meg a cserbe hagysz. Oké, na és akkor most be kell őt vonzani. Kéne neki adni egy sisakot, nem tudom, hogy... Milyen sisakot? Hát valamilyet. És hogy kell odaadni neki? Hát oda dobod. Irányom, jobb. Nem, oda dobod neki, és akkor fölvesz, és akkor elvileg nem tud elégni. Jó, felvette. Felvette? Oké. Aha. Na akkor most találjunk kinek egy nevet. Jó, na akkor én most adom a nevet, jó? Mit adsz nevet? Na mehet? Mondom, az előzőnek te adtál nevet, most én adok neked. Turbo Dénes, az lesz a neve. De feleség kell neki, te őrült. De miért? De ez férfi. Ah! De nem férfi. Dehogy férfi nem. Kinézete van, de... de Turbo Dénes. Na. Nem Dénes, akkor... Diana. Turbo Diana. Turbo Diana, mert... Turbo Diana. Meg fog fulladni! Gyere utánam! Hát és nem tud kijönni. Jó, meg fog fulladni. De miért de nem tud kijönni? Ma ott van benne egy éve. Igen, de nem volt a feje a víz alatt. De ez miért ilyen szerencsétlen? Hogy kell ezt kihozni onnan? Nem tudom. Hát valahogy ki kell építeni. Várja, megpróbálok az oka lehetetlennel és kihozom. Mrs. Diana. De amúgy vassisakban van. Ne csesz szét, ne csesz szét. Gyere ide, hozd, ide. Nyugodj már le, csicska, nyugodj már le. Nyugodj már le. Au, ne már. Na most, gyere. De ne feléd megy, gyere már ide. Mi vagy ilyen szerencsétlen. Nem lehet lasszóval elkapni. Gyere és már. És becabottad. Haj, de béna vagy. Becabottad, nem tudom ide rántani. Hát de talán. Nem, mert a víz alatt van. Ja. Akkor menj oda közel hozzá. Menj be a víz alá, kapd el. Háj, Dianéni! Nem tudod felugrani a kövön valami. De mert itt a szaros félblokkot ide raktam, de soha nem mész oda, hogy ott menjen fel. Megöl. Azaz, gyere. Azaz! Ott se tud megint felugrani. Azaz! Jó, gyere! Jó. Azaz! Jól van! Gyere! Jól van. Azaz Turbo Diana! Jó, és gyere ki! Aj, tedd már be! Aj, de béna vagy! Te vagy béna, miért nem teszed be? Zárd már be azt a szaros kaput, hogy ne menjen vissza! Úristen! Menj be vissza, hogy nem ne... tudok, menj be! Megöl! Menj már be vissza a kertbe, te idióta! Megöl! Nem érted meg, hogy megöl? Menj fel! Nem igaz, hogy ilyen szerencsétlen vagy, te vagy basszus. Szerencsétlen, bementem és nem építetted be, mert béna vagy. Beépítettem, csak ez a fos nem építetted be. De most miért mész ki? Na mi, ilyenkor már nem te vagy a hibás, mi? Na, egyedül megoldottam, mert csicska béna vagy. Na, de amúgy meg gyémántot kéne valamire izélnünk, te hülye gyerek. Ja. Na jól van, most kezdődik az rész. Na sziasztok, srácok! Na halló, srácok, ez itt! A Minecraft sorozat 20-30. része! Juhú! Na, láthatátok, hogy itt szerencsétlenkedtünk Turbo Diánával és Krisztiánnal. Ja, aki a Máté. Na jól van, akkor mi is a... Hát oda már gyorsan menni kell lefele bányászni gyémántot. Igen, és le kell mennünk gyémántot bányászni, ez az. És én nyerek a gyémántbányászatban, mert a gyémántbányászat, én vagyok a királya a gyémántbányászatnak. Na szóval. Igen, én vagyok a királya. Most, hogy meghaltunk 158-szor a Krisztián hibája által, ezért most csak most tudunk leindulni. Három szinten van, mert Krisztián ellopta tőlem az összeset. Igen. Ja, nem tudod, hol van egy smite-os gyémánt kartom. Véletlenül. Nem. Nincs nálam. Akkor eltűnt. Akkor gyémánt kardom is eltűnt, szóval akkor most már főleg kell gyémánt. Ezt nem tudom. De ezt most nem mondod, hogy megöleted magad, és béna vagy, és nem bírod megszerezni. És elkezd esni az eső. Na mindegy, lenne a föld alatt, úgyse nagyon érdekel, hogy esik az eső, vagy nem. Ja, már vas is alig van, úgyhogy azt sem. Igen, szedni. Na és mivel most úgyis 100 000 gyémántot fog találni a... Hol a... Lenn a föld alatt, ezért csinálunk majd magunknak nem sokára gyémánt ruhát. Aludjunk. Jó, akkor adjál vasat. Nem tetted vissza vasat. Ja. Bocsánat, bocsánat. Igen, valóban, valóban. Ez az én hibám. Na, azért most csinál, aludjunk, most és aztán indulhatunk a gyémánt bányászatra. Hú, de jó. Ez nagyon izgalmas volt ez az elej. Ez szerintem az eddigi részek legizgalmasabb eleje volt. Igen, és most akkor vasat is szedjünk jó sokat. Jó, és vasat is fogunk szedni. Na, az én taktikám az az lesz, kedves Krisztián, elárulom a taktikámat, jó? Jó, hát na, mondd el, én nem barlangokba fogok most menni bányászni, hanem le. Igen, hanem 11-es szintre, és egyenesen fogok ásni. És te is gyere velem, mert úgy sokkal izgalmasabb, hogyha ketten vagyunk, és nem egyedül. Aludj már! De ez nem jó, mert akkor azt fogod mondani, hogy ezt én találtam, és akkor el fogod lopni. De nem, mert máshol mész. Máshol fogsz menni, csak ott leszel velem. Kell rengeteg fákja, kaja, és építő anyag is kell, úgyhogy azt is viszek, követ. Nagyon-nagyon kevés, Krisztián, nagyon-nagyon kevés nyersanyagunk van, úgyhogy én szerintem videón kívül el fog menni ilyen fát, követ, meg homokot, meg földet bányászni, hát szedni, mert ez nagyon kevés amennyi van ezekből az alapanyagokból. Csórók vagyunk, az az igazság. Turbó Diana, várjál, meglátogatom Turbó Diánát. Szia Turbó Diana! Te leszel Sentinel Tamás felesége, örülsz neki? Aha, bólogat, akkor nagyon örül. Meggyógyítjuk őt is? Van még egy aranyalmánk, meg kell egy weakness poti, és akkor az meg ott van benne a ládában. Gyógyítsuk meg Turbó Diánát, és akkor elkezdhetjük szaporítani. Hazug, ja. Elkezdhetjük szaporítani Sentinel Tamást, meg Turbó Diánát. Oh my god, Turbó Diana, ő is megjavul. Fú, de ronda nő vagy te. Följöttem a házba, azt hittem itt vagy. Nem, itt vagyok Turbó Diánával. Ja, igen, jó. De megnézem a Turbót. Mrs. Turbo? Mrs. Turbo. Most reszket, mert beteg, és meg kell gyógyuljon. Hagyjad a értékes gázok kijönnek. Ja, igen, ezért pácolódnia kell. Van nálad építő anyag? Nincs, majd bánya. Jó, oké, akkor bányászunk. Oké. Na, és nem sokára, még nem sikerült Sentinel Tamásra ráraknom a mendinges könyvet, mert 500-szor megpróbáltam, de még mindig nem akar. Úgyhogy nem sokára az is meg lesz, és onnantól lesz mending a csákányomon, és akkor nem fog eltörni soha, úgyhogy most nem kell nagyon vigyázni az életére, kivéve, hogy ne törjön el. Na, és akkor itt én megfogom, és elkezdek leásni. Le. Igen. Ja, tényleg, mert először le. És le kell menni, rakjam már utánam fákjákat. Jó. Oké, és le kell menni a 11-es szintre, amit nézek is. A 43-as szinten vagyunk. A 11-es szintre le kell menni, és ott kell elkezdeni ütni kifelé a követ. És akkor aki több bányát, vagy mi az a több gyémántot talál, az lesz a király, és az fogja nyerni. Úgyse kell a pajzsom, úgyhogy most berakok. Nézzét. Vigyázz! Jaj, ne! És jönnek a csontok már megint. Miért tud egy csont megölni engem? Amúgy engem az nagyon érdekelne. Igen, engem állandóan kirögték, megöl a csont. Hát ez az. Nem, most már nem rögsz ki. Ez az, azért mondom, hogy kiröhögtelek. Jaj, nem áll. Amúgy meg simán elbánok vele. Itt van. Ennyibe kerül a csicska csont, csak akkor 100-an jöttek. Oké, és a 11-es szinten kell, hogy legyünk. Hát a 13-ason vagyunk, úgyhogy... Krisztián, meg kell tanulnod pár dolgot. Neked is meg kell tanulnod pár dolgot. Nem szólunk be a Krisztián mesternek. Hé, ellopja a vasamat. Hops, mit találtam, kis barátocskám. Jaj, ja, és Krisz, az nagyon fontos, hogy... Csalás! Nagyon fontos, hogy nehogy véletlenül kiüsd a gyémántot, hogyha megtalálod. Mit? A gyémántot? A gyémántot nehogy véletlenül kiüsd. Miért nem? Mert nekem fortune-es csákányom van, és 3-szor annyit kapok, mint te. Hé, de, csalást nyomatsz rám. Mert visszateremnek elém a kövek. Így könnyű. Miért csinálnék? 8 gyémánt, nem is rossz. Én nem hoztam vizet, felszereznem. Jaj, tőled szerve. Ja, de nem tudok. Ja, de tudok. Ott fönn felülről szerzel, de amúgy én nem így akartam bányászni, de... Ja, de és akkor már van izé? Akkor lehet gyémánt, már lehet elkezdeni, mert még nem is tudtam, hogy eltelt már kezdeni. Hogyne lehetne. Hanyas szinten vagy? Hanyason kell lenni? 11-es szinten a legsűrűbb a gyémánt, ezt elárulom neked, azt a szakmai titkot. De igazából tök mindegy, mert te úgyse fogsz többet találni. Akkor neked eddig mennyi gyémántod van? Nekem eddig mennyi gyémántom van? 8. 8 gyémántot találtál már, mióta lejöttünk. Igen. Itt van. Meg a nagy lószám. Ott van, 8 gyémánt. Csak én most vasat is bányászok, mert az is nagyon sok. De nagyon... hogy találtál 8 gyémántot? Ott van a 8 gyémánt. És jó érzés hazudni? Nem hazudok. A hazugság az rossz, Krisztián. Így van. És én nem élek hazugsággal. Mert ezt a hazugság... veled megértett, hogy a hazugság. Mert a hazugság az... De undorító, de kis undorító, de kis... Kis undorító. Én is majdnem lezuhantam. Mert ilyen kis undorító kis helyeket beleraknak, hogy majdnem le lehet zuhanni benne. Jó, na én már nagyon fent vagyok, úgyhogy én visszamegyek, és beváltom az hiper, szuper, mega giga tehetségemet Ajaj, eltévedtem. Hol vagyok? Ne, hol kell följönni? Ja, itt jó. A hiper, szuper, mega giga tehetségemet beváltom. Gyémánt találás. Gyémánt találás miatt az anyádat, hogy elrontod. Elront úr. Á, ne, túl csábítóak ezek a bányák, nem jó. Túl csábítóan fölfele kell úszni. De nem úszhatunk felfele, mert gyémántot kell találni, de már így is, ja, így is többet találtam, mint a Krisztián valaha fog találni, úgyhogy igazából. Hát már meg vagyok elégedve. Áááá! Egy őrült ember velem szembe szalad. Na, szóval, én a 11-es szintre elmegyek. Hopsz! Wow, ezt te találtad, vagy még nem találtad meg? Találtál te már gyémántot? Nem. Mert ellopod előlem. Meg hogy, gyere velem! Azt akkor mindig te mész elől, és akkor én izéljek. És akkor én meg csak megyek utánad, és mindent eltaláltam. Akkor én is találtam. Na szóval. Hazugtisztó, itt voltál, itt bányáztál, innen jöttél el, itt volt a hátad, mögött volt a gyémánt, úgyhogy... Jó van. Ne, és elrontom a vizemet! Húzzá majd a csicska! Na. Jó, nyugi, senkinek sincs baja, senkinek sincs baja. Lehet, hogy mégiscsak inkább a pajzsomat kéne használnom a kezemben. Itt is van egy falusi zombi. Haha, néma. Nem, már lenn föld alatt. Nektár János. Szevasz, Nektár János, te most meghalsz. Hát Nektár János most meg kell tölni. Majd újraéled, aztán létezik. Hanyas szinten vagyok? 11, na akkor innen kell elkezdeni bányászni. Mondjuk errefelé. Hopp, itt is a szén. Igen, szartál szenet. Ilyen ügyes vagy, mert jól van. A szénből milyen jól lehet fejlődni. Úgyhogy fejlődök is a szénből. Eddig van 13 gyémántom. 13 persze. Annyi van. Hát jó, persze, de az, hogy elhozol hazúról, izé, 20. Nem hoztam el egy szálat sem. 8-at elvesztesz, és akkor 13 gyémántom van. Na, skacok, nem sokára meg lesz a mending a csákányomra, mert akkor először is az én csákányomra rakok mendinget, mert az már netherite, és akkor, hogy nehogy véletlenül eltörjön. És akkor ilyen szenet bányászok, meg ilyesmi vele, akkor visszatöltődik teljesen az élete. Úgyhogy, ja, csak le kell jönnöm bányászni, és akkor fullos lesz mindig az élete, ez tök király, nem Krisz? Aha. 1, 2, 2, 3. Mi? Semmi. Ugye nem ütötted ki? Hát... Mit? A gyémántot, ugye nem ütötted ki? A semmi mellé. Ugye nem ütött ki a gyémántot? Direkt megkértem. Odaadom neked, azért mondtam. Jó, persze, odaadod nekem, te hazug. Odaadom neked! Odaadom neked vissza, csak én ütöm ki, mert én 3-szor annyit kapok belőle, mint te. Nem érted meg? Jó, hát hogyha nem akarsz ilyen játékot, nem akarod igénybe venni a izét, hogy plusz vagy 3-szor annyi gyémántot találhatsz, mint... Jó, az, hogy azt se tudsz, ide se találsz. De, hogy nem. Hát most már mindegy, most már kiütötted. Vagyis hát semmi, most már semmit. Nem ütötték semmit, mert azt mondtad, hogy semmi, úgyhogy... Én így is többet találok, mint te. Na. Igen. Hát az kétlem. Ahogy mondtam. Ahogy mondta, jól hallottad. Az kétlem, mert most itt lesz a gyémánt a szén mögött. És akkor már lehet akár 10 vagy 20 gyémántom is. Sőt, még akár több is. Hát most sajnos nem volt, de hát ami késik nem múlik. Tartja a mondás. Ugye, Krisztián? Á, ott is víz. Oh my god. Jó, oh my god. És még közben izé, arra is van időm, hogy izét szedjek neked, ezt a baromságot. Mi ez? Ez a flint. Milyen gyorsan fejlődök a szén, pedig csak szenet ütök ki. Igen. Aha, na itt van vas is, meg redstone is, akkor gyémántnak is kell, hogy legyen. Hopsz, és még egy kis vas. És itt lesz a gyémánt. Hát ez most sajnos nem jött be, de... Ami késik, nem. Na, te hogy állsz? Gyémántod van. Sehogy. Mi? Mennyi gyémántod van? 13. De ez elég csalás, hogy neked izéd van. Mi? Hát, hogy neked ilyen efficiency-s izéd van. Efficiency? Hát miért neked nincs? Ja, nem, állam, megdög lesz, azt ott hagyod. Ja, értem. És ez egy big csalás, hogy nekem ezért van. Vagy nekem nincs. Mert akkor csak én is fognám, azt kiütném, az csákány. De amúgy volt, mert az egy gyémánt csákány, amit fölrobbantott a creeper, az efficiency show. Ja, de az silk touch, hogy mi az van neked, nem? Nem. Vagy mi az? Hát miért a többet neked? A fortune. Na, jó lenne most már. Jó lenne most már! Ha találnék egy kis gyémántot. Hát, nekem is jó lenne. Jó, de amúgy meg honnantól, ne üst ki, majd én kiütöm. Jó, és akkor honnan a francból tudjam, hogy hogy akkor üst ki! Hogy, na. Fogalmas sincs, hogy hol vagyok. Na. Akkor üst ki. Azért mondtam, hogy velem gyere, de nem akarsz. Hát, mert most ha melled megyek, azt mondom, előttem mész, és akkor... Mert mellettem jössz 20 blokkal, és akkor tudod, hogy hol vagyok. Meg én is tudom. Én eljöttem onnan a nagy hangárba egy hosszú, egyenes, egy blokkos úton. Hopsz, víz. Miféle víz ez? Miféle víz ez, kedves uram? Osztam ekkora barlang! Jó nagy. De sajnos nem állhatok meg bámészkodni, ugyanis mennem kell tovább. Bánya hangot hallottam. Francba elmozta másót, ezt nem hiszem el. A bányahang az engem nem vonz, Krisztián. Ugyanis a bányahang az csak a szenvedés és rossz dolgok tárháza. Engem. Igen. Engem. Biztos, tudod, mi van? De majd mikor bemegyek a bányába, szerzek 10 pillantot. Akkor még mindig ugyanúgy ott leszel mögöttem, mert nekem már 13 van. Már egy gyémántot szeretnék látni a falon. Gyémántot szeretnék látni a falon. Csak az a baj, hogy ez undorító az a hely, mert a fejemre esik egy creeper, és azonnal megdöglök, úgyhogy gyémántot kellene találnom, de nem találok, úgyhogy elmegyek balra. Ez az arany, az többet ér, mint egy gyémánt. Nagyon. Sokkal többet. Hopsz! De jó tettem, hogy eljöttem balra, kis barátom. Igen. Mi történt? Hát semmi. Hát plusz 10 4 gyémánt. Hát nem is olyan rossz. Nem is olyan rossz, elmegy. Elmegy ez a plusz 14 gyémánt. És elfogyott a nyilvesszőm, és nincs kardom. Remek. De miért vegyem béna? És meghalsz? Gránit nem kell nekem, de a kősök elbáz. Az a baj, hogy elfelejtem mindig magam mögé berakni a fákját. És be fog teremni mögém valami, és elveszi a 27 gyémántom. Jó, levágtam, 2 szívem maradt. De mit csinálsz? Miért vagy ilyen ősember, hogy nem tudsz rendesen harcolni? Azért minden lehetőséget ellopsz előlem. Aj, nem tudom felvenni redstone-t. Gyönyörű, szép, ügyes vagy. Remélem nálad volt a 10 akárhány gyémánt. Nálam. Remek, és felrobbantotta a creeper, mi? Nem, hát engem robbantott fel. Jaj, te kis amatőr. Nem kell, nem szabad neked még bányákba lejárni. Jó van, persze, már te ilyen galaktikus hát... föderáció felszerelésbe vagy, én meg ilyen csicska szarmá, anda néhalok meg miattad, és akkor én jaj, már nem... persze, a kifogások. Erről szól az életem. Hol voltál? Nem tudom, hogy hol voltam, fogalmam sincs, a világ végére elmentem már. A bányákban? Igen. Marha jó, akkor nem fogom tudni, hogy hol vagy. Hát de amúgy meg fákját akartam csinálni, és direkt körben... Á, basszus, még kell halálra ijeszteni. Ú, ilyen realisztikus volt a creeper hangom. Nem, hanem... Bőzőn akartam csinálni fákját, és... Basszus. És szarrá, fossá húgytam magam. A kislány. Kislány vagy bepisíltél. De látod, és most a te gyémántjaidat itt keresem, fogalmam sincs, hogy hol van. És most az én gyémántjaimat elkobzod ezáltal, mert nem fog tudni találni többet. Tudtam én, hogy nem a te izédet kellett volna követni. Sajátságom. Ja, mert jöttél utánam? Nem. Akkor nem, meg... Mondtam. Hol voltunk mi? Hol indultunk le? Azt tudom, hogy hol indultunk le. De megijedtem a slime-től. Slime. Aha. Hát az a hülye ugrálós baromság. Kizárt dolog, hogy visszataláljak. Olyan izé volt. Össze-vissza mentem. De most ezt nem mondod, hogy ott a gyémánt... Na jó van, legközelebb nem maradhat nálad semmilyen értékes tudsz. De az a baj, hogy te velem jöttél. Ha ez nem lett volna. Jó, igen, miért? Miért baj? Miért baj, hogy veled jöttem? Na mondjad. Na, mert... Azaz kapok slime-et. Slime-bolt. Mit dobjak el? Na jó, 2 flintet is eldobom, mert semmit nem ér. Ott vagy. Hello. Ja, igen, mert már lejöttem megint. Adjam egy vascsákányt. Nincs vascsákányom. Gyémán, vagy egy netherite csákányom van. Ja. Akkor üssél nekem ki követ. Itt van kő. Van nálam 1 milliárd. Miért kell? 1 mi. De ezt most nem az, hogy nem hoztál le nekem. Adjál, jó, elég. Jó. Ugye nem mondod, hogy nem hoztál le csákányt magad után. Nem hoztam le csákányt. Aj, de kis amatőr! Te vagy amatőr. És még nem is csinált se vascsákányt soha életébe. Nem csináltam még vascsákányt. De vascsákányt csináltam. Akkor ez mi volt ez? Kőcsákányt nem csináltam. Ja. Na én még visszamegyek egy körre, és megpróbálok még egy gyémántot találni, hogy meglegyen a 35. Nem tudom, miért pont a 35, de annyi az pont jó lenne. 35 az egy olyan szám, amire azt mondom, hogy 35, azzal már... Há, megint meg fogok halni, már most látom. Miért? Feláldozom a gyémánt szerzésemet, hogy megmentsem a macskos pofádat. Mit szeretnél? Nem tudom, hogy merre mentem, azt szeretném. Hát jó, én azt onnan tudjam, hogy te merre mentél. Hát, nem is mondtam, hogy gyere ide. Nem hívott téged senki. Senkinek nem kell lesz. Sírjál is te. Sírjál is te. Nem erre mentétlen? Hát. De itt jön, oda jutok vissza, nem? De itt, te, itt. Itt. Nem ott mentem, nem. Akkor hol mentél? Fogalmam sincs, nem tudom. Itt is van út. Itt le van menve egy lépcső. Hol lehet ott? Nem, a kajám sincs. Hát itt jöttem most föl az előbb. De. Most itt építettem föl magam. Innen jöttünk föl. Akkor nem tudom, nem, fogalmam sincs. Én nekem ez új ez a hely, nem tudom, hogy hol voltál, meg mit láttál. Kell egy kis irányérzéket kinöveszteni. Hát magad. A fákja ahol van, de sehol sincs fákja. Na, és végig az... pedig raktam fákját. De várj, akkor pedig ez az. De ez a kezdőhely. Ez a kezdőhely, itt vagyunk a kezdőhelyen. Jó, akkor nem tudom, akkor vége van a gyémántomnak. Mindenek vége van, nem igaz? Hát de most basszus, ha ilyen béna vagy. Nem vagyok béna. Miért jelent be egy szaros creeper? Nálam is bejelent, és semmi probléma nem volt. Ja, hogy jelent? De bejelent, és rám is robbant. Jó, na akkor mondjuk, hogy neked mennyi gyémántod van? 0. Igen, 0. Na, nekem 27. Igen, persze. Súlyos vereséget szenvedtél. Sajnos. Jó, de neked is sima izével kellett volna kiszedni gyémánt. Úgy, ja, az persze, nem azt broncsam el az izét. Ezt mondtam, hogy gyere velem, és ha találsz gyémántot, akkor akkor kibányászom neked, és akkor neked is annyi lett volna. Na te csicska gyerek. De ez így csanács. Na, elmegyek erre. Még egy adag gyémántot megpróbálok találni. Ilyen is fogok halni. Csak gyémántom nincs, de még meg is döglök az éjségtől. Nagyon jó. Tényleg itt lejövök bányászni. Itt is tápolni kell téged, most komolyan. Miért nincs itt sehol semmi? Itt mentem tovább. Itt mentem tovább. Én gyémántot akartam találni. És találtam is. És fogok is még találni! Na jó, na talán már nem találok meg. Mert már nagyon... Eddig se találtál, otthonról elhoztál 21 gyémántot, ezt el akarod velem. Nincs, 8 gyémántunk volt otthon, nem tudtam volna 21 gyémántot elhozni. 8 gyémántunk, de úgyis én már szedtem egy csomót el. Ölje is meg. Ez az, gyere, öljé meg. Ne már. Gyere, öljé meg. Jó van, ez az, öljél. Elveszett a remény. Jobb is. Elveszett a remény. Úgy csak eltértem lám. Elveszett a remény Krisztiánnal kapcsolatban. De és ugye senki se szeret Turbó Diána. Senki se szeret. Senki se szeret. Nem, meg a Sentinel Tamáshoz. Jó, menj le a Sentinel Tamáshoz, én addig még ezt körülnézem, ezt a barlangot, hogy... Sentinel Tamáshoz is megalap. Van-e itt, és rárakom a fákját. Léci, még egy gyémánt kell. Ott van smaragd, az még jó is, hogy ide jöttem akkor. Ja, az jó, ott vagy 50 vas is nálam, azt sem veszem. Igen, és mennyi gyémánt voltam úgy? 3. Na jó van, akkor azt beszámoljuk. Ja, mégis én nyertem. Ott ezt a smaragdot meg kiütöm, meg itt van egy kis ahahany. Na gyerünk, menjünk fel, ez az! 27 sikeres gyémánt találat, ez az! Na Krisz, most annak ellenére, hogy most jó, ekkora hiter, szuper hatalmas vereséget szenvedtél, annak ellenére örülj, mert 27... ez mi volt? 27 izét sikerült szereznem. Hol kell felmenni? De nem mondod, hogy nem, most hol van a fölmenőhely? Itt volt az előbb. Talán itt? Ja, majdnem meghaltam, mire beugrottam a Jimmy Jack-kel a izébe. Aha, itt van, megvan, jó. Oké. Megyek föl! Ez az, mindjárt otthon vagyok, és megflexelhetek a sok király gyémántommal. Még mindig esik az eső. Ha milyen csicska eső ez, hogy ilyen sokáig esik, mi? Hello! És most nincs semmid. Nincs. Na jól van, megengedem. Hogy csinálj egy gyémántcsákát? Nem kell a szaros cuccod. Jó. De nem az én szaros cuccom. Meggyógyult a Diana! Juhu! Igen. Aha. A Turbó Diana. Ja. 35, ez az, és pont annyi van. 35 gyémántunk van. De az mennyi? Milyen szám az? Hát az olyan szám, hogy annyit mondtam, hogy annyit akarok. Ennek nagyon örülök. Ennek nagyon örülök, hogy ennyit gyémántot tudtál szerezni. És meg nullát! Hát ez a te hibád. Nem, ne te engem szígyjál az émebén, hogy... A te hibád, a te ezeket hibád. Berakom kisülni. Ez az! 27 gyémánt. Én akkor csinálok is magamnak egy... semmit. Nem kell semmit. Vagyis hát gyémánt felszerelés. Mennyi vasad volt? Mennyi vasad volt? Mennyi vasam volt? 3x1, 2, 3, 4-szer, majdnem 64. 3x64 plusz 43. Ami na, elég sok. Úgyhogy... Akkor a következő. A következő részben... Na mi lesz a következő részben? Az lesz, hogy most én csinálok magam. Én most ugye meghaltam, és újonnan kezdtem az életet. És fogjuk, és elmegyünk egy pecatúrára, hogy legyen ilyen. Miért volt ezéd? Nem. Enchántos ilyet? Nem volt enchántos ilyet. De miért nem volt enchántos ilyet, csicska? Hát ez az. Azért, mert eddig nem mentünk a pecatúrára, de most elmegyünk. Javítsd meg. Igen. Hát hogy javítsam meg? Hát íjjal, te őrült. Egy jobb kéne. Mi jobb? Hát egy jobb i. Jobb i? Aha. Jó! Akkor a következő részben elmegyünk pecatúrára, és szerzünk a Krisztiánnak egy íjat! Yeah!